Régi kollégák, barátok és sok színházba járó várta Verebes István színművész rendezőt, a Móri Zsigmond Színház egykori direktorát a Bencsvillában. A művésszel Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark igazgatója a múltról, István István színművész pedig a jelenről és legújabb könyveiről beszélgetett. Számos történet hangzott el arról a hat évről, amit a művész 1993-tól Nyíregyházán töltött a teátrum vezetőjeként. Verebes István úgy véli, annak ellenére, hogy már középkorú volt, mégis ebben a városban vált felnőtté. Egy nagyon fontos határpont volt ez a hat év nekem. Egészen más emberként távoztam, mint ahogy jöttem. Nagyon sok összetevője van a magánéletemtől, a pályám adott pillanatáig, de valahogy ezt a hat évet egy angyal őrizte. Az író-olvasó találkozón Verebes István elmondta, nem jó színházat, hanem különb színházat akart működtetni a Szabolcsi megyeszékhelyen. A művész munkásságát több díjjal is elismerték már, de számára a két legfontosabb az 1996-ban megkapott Móricz gyűrű, illetve a Vidor Fesztivál életműdíja. Ez az életműdíj, mert hogy így hívják, ez a város miatt fontos nekem, hogy ebben a városban velem csak jó történt, és ezt most még megpecsételni ez a díj, hogy én itt kaptam egy komoly megbecsülést arról, hogy érdemes volt végigcsinálnom 50 évet. Nem tudom, hogy van-e életművem, és ebben nem is foglalkoztam sokat, hogy én legendásítsam magam, vagy én egy nagy öreg legyek, ez nekem nem áll jól. De az, hogy ez a város megsimogatja a fejemet, az nekem jól esik. Az idei évben a Vidor Fesztivál életműdíját Verebes Istvánnak adhatom át. Verebes István az életműdíjat a Kurázsi Mama és Gyermekei című előadás premierje előtt vette át, azon az ünnepségen, amelyet az önálló társulat létrejöttének 40. évfordulója alkalmából rendeztek a Móricz Zsigmond Színházban. Az eseményen Bárány Frigyes alapítótag üzenetét Gulácsi Tamás olvasta fel. Ezt követően Kírják Róbert olyan színpadi munkatársaknak adott át elismeréseket, akik már 40 éve segítik az előadások létrejöttét.